Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják a tartalomból. Újra van olimpiai bajnokunk. Siklósi Gergely a párbajtőr csapat tagjaként lett aranyérmes. Összeültek. Tanácskozott az idősek tanácsadó testülete. 90 év. Boldog születésnap az Ady utcában. Látogatható. A múzeumba várnak mindenkit a tapolcai géniuszok. Aranyérem aranytussal. A japánok legyőzésével aranyérmet szereztek a magyar férfi párbajtőrözők a 2024-es Párizsi olimpián. A csapat tagja volt a tapolcai nevelésű egykori Szalai Gyöngyi tanítvány, Siklósi Gergely. Az út a döntőig nem volt zökkenőmentes, bár a 8. és 4. döntőket 15 pontos különbséggel húzták be a magyar vívók. A döntőben a végül bronzérmes cseheken túljutó japánokkal kellett szembenézni, ami még a vártnál is izgalmasabb asszókat hozott. Siklósi Gergely, Koch Máté, András Fitibor, Nagy Dávid kvartett a végletekig kiélezett fókuszálással és figyelemmel mozogtak a páston. Mindkét oldalon váratlan, sokszor nüansznyi mozdulatok döntöttek, együttes találatokból sem volt hiány. A 10-6 arányú példaértékű magyar kezdés után szinte fej-fej mellett haladt a pontszerzés, de a mérkőzés végére kanónak összejött az egyenlítés Siklósi Gergely ellen. Az aranytus drámai és egyben győzelmet jelentő pillanata Gergő szúrásával érkezett meg a csapat számára. Győztünk. 1972 óta nem sikerült a magyar vívó csapatnak olimpiai aranyat nyerni, de ezúttal hihetetlen izgalmak között sikerült, teljesen megérdemeltem. Beváltottam az egyénit a csapatra, mondta mosolyogva Siklósi Gergely a döntő után, arra utalva, hogy egyéniben nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogy szerette volna. Az egész nap folyamán éreztem, hogy ez az a pillanat, amikor sikerülni fog. Az aranytusnál tudtam, hogy nem veszíthetek, és szerintem magabiztosan nyertünk. Magyarország-Japán 26-25 aranytussal. Siklósi éggépe kedden száll le Ferihegyen, a budapesti ünneplés után Gergőre pihenés vár, majd minden bizonnyal köszönhetjük Tapolcán is. A fogadását már el is kezdték szervezni. Addig is az olimpikonok emléktáblájára egészen biztosan hamarosan felkerül Gergő neve a megszerzett aranyéremmel. Az elmúlt héten összeült az idősek tanácsadó testülete, amelyet Dobó Zoltán polgármester hívott életre évekkel ezelőtt, hogy az önkormányzat munkáját meglátásaikkal segítsék. Júniusban nem ülésezett az idősek tanácsadó testülete, így 2 hónap kihagyás után nem teljes létszámú részvétellel ugyan, de volt mit megbeszélni. Az ülést vezető Kutasi Iván köszöntötte a tagtársait és gratulált Dobó Zoltán polgármesternek és a megválasztott új képviselőtestületnek. A választás időszakát mindannyian úgy ítélték meg, hogy az méltó volt Tapolca városához, hiszen nem volt agresszív, nem lehetett találkozni ismeretlen eredetű szóróanyagokkal, nem voltak bántó hozzászólások sem. Az eredmény egyértelmű, a kapott felhatalmazással élni kell a városjavát szolgálva, vélekedtek a testület tagjai. Az idősek tanácsa havonta találkozik, és a képviselő testületi ülések napirendi pontjait vitatják meg, azokhoz gyakran hozzászólnak, javaslatokat vagy kritikát fogalmaznak meg. A nyári szezon sok helyi témát nem hozott, testületi ülés sem volt, így a helyi aktuális ügyek mellett a belpolitikai helyzetet és hazánk külpolitikáját vették górcső alá, illetve ezek városunkra gyakorolt hatását vitatták meg. Szó volt a tusványosi miniszterelnöki beszédről, a NATO-ról, az EU-ról, a magyar-orosz kapcsolatokról, de még a klímapolitikáról is. A testületet Dobó Zoltán polgármester hívta életre 6 évvel ezelőtt, azzal a céllal, hogy a város nagy tapasztalattal rendelkező, egykor aktív polgárai is hallathassák hangjukat, tanácsaikkal, meglátásaikkal segítsék az önkormányzat munkáját. Tagjai között értelmiségi, fizikai munkát végzett nyugdíjas tagok vannak, az egészségügy, a bauxitbányászat, a honvédség, az oktatás, a kultúra területéről. Következő ülésüket is a szokásoknak megfelelően Kutasi Iván, a társadalmi testület vezetője hívja majd össze.
Az Ady Endre utca egyik társasházában él, gyermekei gondoskodását, odafigyelését élvezi kis Horváth Domokosné, aki 1934-ben született Kapuváron, és már 3,5 évtizede nyugdíjas. Az elmúlt héten Dobó Zoltán polgármester köszöntötte őt otthonában 90. születésnapja alkalmából. Éva néni a férjét sajnos korán elveszítette, de lányával, fiával, unokájával nagy összetartásban, szeretetben élték meg az elmúlt évtizedeket. Éva néni egy 4 gyermekes családból származik, édesapja közmegbecsülésnek örvendő állatorvos volt, így ő maga is ezt a hivatást szerette volna választani, de az apai szigor erősebb volt, így lett végül életpályája a tanítás, amit végül egyáltalán nem bánt meg. Megtudtuk, a nyugdíjas tanárnő középiskolai tanulmányait Sopronban végezte, 1953-ban nyert felvételt a Pécsi Állami Pedagógiai Főiskola biológia-rajz szakpárjára. Aktív éveiben rajzot és biológiát tanított Szönyben, Visontán, Gyöngyösön. Tapolcára 1967-ben érkezett családjával, itt a 3-as, később az 1-es általános iskolákban oktatott. Akkoriban tehetséges tanítványai számos értékes díjat nyertek el a különböző hazai, európai és tengeren túli versenyeken, de rendszeresen tartott bemutató tanításokat is a járás pedagógusai részére. Kis Horváth Domonkosné Éva néni 1989. júniusában pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetésben részesült, ugyanabban az évben nyugállományba is vonult. Aranyoklevelét 2006. júniusában vette át Tapolca város önkormányzata által rendezett pedagógus napi rendezvényen, 2017-ben pedig Gyémán diplomájának örülhetett. Éva néni nagyon jó szellemi és testi kondícióban van, ma is szívesen olvas, követi a világ eseményeit. Minden nap 4:30-kor kell, megfőzi a család kedvenc ételeit, bevásárol, gondozza Tubi nevű 25 éves görögteknősét, és lányával, fiával rendszeresen eljár Vonyarcvashegyre a család hétvégi házához, ahol szívesen végez kerti munkákat is. Fontos számára a hit, bár nem gyakran jut el szentmisére, a napi 3 imádsághoz ragaszkodik. Ezekbe, ahogy fogalmazott, mindenkit belefoglal. Búcsúzáskor elmondta, hogy 5 év múlva, 95. születésnapján is feltétlenül várja a találkozást a város polgármesterével. A közelmúltban megnyílt a Tapolca géniuszait bemutató kiállítás a Városi Múzeumban, ahol 75 egykori tapolcai vagy innen elszármazott tehetség bemutatására vállalkoztak. Egyre többen fedezik fel az új tárlatot, amely pályázati és jelentős önkormányzati pénzből valósulhatott meg. Dr. Décsei Sándor, a Vas Albert könyvtár és múzeum igazgatója ajánlja az önök figyelmébe is az új attrakciójukat. Amikor a Nemzeti Kulturális Alap honlapján megjelent a pályázati kiírás, akkor egyből tudtuk, hogy ez úgymond nekünk van kiírva, hogy erre pályáznunk kell. 3 altéma volt a pályázatban: tudományos tevékenység, kutatói tevékenység, időszaki kiállítás megvalósítása, illetve új állandó kiállítás. Nem sokáig kellett gondolkoznunk, hogy nekünk a legideálisabb az az új állandó kiállítás, hiszen ez volt az egyetlen olyan altéma, amiben infrastruktúrális fejlesztésre is volt lehetőség. Időszaki kiállításra egyszerűen nem volt terünk. Tehát az látszott a legelejétől fogva, hogy az új kiállításhoz egy új kiállítótér is szükséges. Úgyhogy ezért döntöttünk egy új állandó kiállításra pályázás mellett, amihez viszont az is látszott, hogy a pályázaton elnyerhető összeg nem lesz elég. Ezért rögtön a legelején, még a pályázat beadása előtt a fenntartó Tapolcváros önkormányzatával felvettem a kapcsolatot. Elmondtam a vezetésnek, hogy mi a terv, mi a lehetőség, mik a terveink, mi az elképzelésünk, és támogatásra talált az ötlet a városvezetésnél. Tehát 2021. december elején a pályázatot már úgy adtuk be, hogy mellé tudtunk tenni egy képviselőtestületi határozatot, ami arról szólt, hogy legfeljebb 30 millió forint önrészt biztosít a nyertes pályázat esetén az önkormányzat. 22. március közepén, ha jól emlékszem, jöttek ki a pályázati eredmények, és kiderült, hogy a teljes megpályázott összeget, 36 millió forintot megítélték az intézmény számára, tehát így összesen az önrészsel együtt, az önkormányzati támogatással együtt 66 millió forint állt a rendelkezésünkre, hogy megvalósítsuk az új kiállítást és az új kiállítóteret.
amikor megnéztük az NKF felületén az eredmények közzététele után a győztesek listáját, és azért azt is érdemes elmondani, hogy itt összességében 3,5 milliárd forint került a vidéki múzeumokhoz ennek a projektnek köszönhetően, akkor egy kicsit megdöbbenéssel láttuk, hogy Veszprém megyéből mi voltunk az egyetlen nyertes pályázó. Tehát a megyében a Tapolcai Városi Múzeum volt az, amelyik lehetőséget kért és kapott, hogy egy új kiállítást hozhasson létre ebből a pályázati forrásból. Azt azért el kell mondani, hogy a financiálisan a nagyobbik része az infrastrukturális fejlesztés volt, ahol most ülünk, ami előtte egy raktár volt. És jöttek a problémák, meg kellett tervezni. Az eredeti terv nem is ez a része lett volna a padlásnak, hanem egy szakasszal arrébb. Ott viszont a statikus azt mondta, hogy olyan bonyolult a födém szerkezet, meg annyira bizonytalanok a szerkezeti elemek, hogy jó lenne, ha azt inkább kihagynánk, illetve úgy tudtuk volna megcsinálni, hogy még a termen belül is lépcsők vannak, emelkedések vannak, elvetettük ezt a lehetőséget, fordítottunk egyet az alaprajzon, és így alakult ki ez a mostani tér. Rengeteg anyagot hordtunk el innen egy külső raktárba, viszont időben át tudtuk adni a kivitelezőnek, akit ugye pályáztatás útján, meghívásos pályázat útján választottunk ki a munkaterületet. És utána jött az építés, illetve először bontás, aztán építés. Tehát itt gyakorlatilag a nulláról kellett indulni, ez egy üres padlástér volt. Gerendákkal, szigetelés nélkül, porosan, volt ahol ajzat nélkül. Úgyhogy egy nagy munka volt, de időre elkészült, és a végén itt állt egy hófehér, üres, ablakok nélküli steril szoba, vagy egy műtőterem gyakorlatilag, és azt kellett megtöltenünk nekünk a kiállítással. Aminek a szakmai része folyt közben, hiszen készültek a szöveges részek, folyt a műtárgyaknak a kiválogatása, a vitrineknek a megtervezése, és bizony nem volt könnyű feladat. Az alapkoncepció ugye az volt, hogy Tapolca géniuszai közül mutatunk be 15 különböző szakmacsoportban 5-5 szemét. Művészeket, tudósokat, sportolókat, pedagógusokat, és sok minden egyebet, sok mindenki mást is, összesen 75 szemét. Nem volt egyszerű a kiválasztás, sőt az eredeti koncepcióhoz képest változott is a névsor. Aztán utána jött az a rész, amikor a személyekhez elkezdtük a tárgyakat kapcsolni, amiket majd megjelenítünk. Láttuk, hogy nem mindenkihez tudunk személyes tárgyat csatolni. Van olyan vitrin, ahol mind az 5 személyhez saját személyes tárgy kötődik, de van olyan, ahol csak az adott szakmához vagy hangulathoz kapcsolódó nem személyes tárgyakat tudtunk megjeleníteni. És bizony az is kiderült menet közben, hogy vannak olyan tárgyak, amiket nem tudunk egyszerűen a saját raktárainkból prezentálni, kénytelenek vagyunk valahonnan beszerezni. És itt jött egy olyan dolog, amire én az egész projekt során nagyon büszke voltam, és büszke is vagyok, hogy helyi, tapolcai, Tapolcához kötődő személyeket megkeresve, magánszemélyeket és intézményeket megkeresve sikerült az úgymond hiányzó tárgyakat pótolni. Végül is ugye 75 személy került be a vitrinekbe, úgymond, a sok-sok tapolcai kiválóság közül 75-öt emeltünk ki. De ezt nagyon fontos elmondani, és ugye említettem is már, hogy volt miből, volt kikből választanunk, hiszen a kiállítás szöveges részének az alapja, az Kertész Károly Karcsi bácsinak a Tapolcai Életrajzi Lexikon című munkája, amiben több mint 1600 személy szerepel, 1600 szócik. Közülük emeltünk ki mi 75-öt, de a többiek is itt vannak, hiszen egy érintőképernyős terminálon keresztül a látogatók, a kiállítás megtekintői a teljes életrajzi lexikonban tudnak böngészni, azokat is meg tudják keresni, akik itt vannak megjelenítve a vitrinekben, hiszen itt azért rövidített életrajzok fértek csak be, de azokat is meg tudják keresni, vagy azokra is rá tudnak keresni, akik nem fértek be a 75 tapolcai kiválóság közé. Természetesen azt már a pályázatban vállaltuk, hogy három nyelvű lesz a kiállítás, a magyar mellett angolul és németül is
megjelenítjük a szöveges tartalmakat. Viszont az a döntés született, hogy magukban a vitrinekben, a kiállítási térben a mennyiség, a terjedelem miatt csak a magyar szövegeket tesszük ki, jelenítjük meg, viszont az angol és a német verzió is elkészült a szócikkekből, a tárgyfeliratokból, a főszövegből, mindenből, amiket online felületen QR kódok segítségével tudnak itt a vitrineknél állva elérni az esetleges külföldi látogatók, hiszen vigyék csak hírét ők is. Nem csak annak, hogy itt van egy jó kiállítás, hanem annak is, hogy Tapolca egy olyan város, egy olyan kisváros itt a Dunántúl közepén, a Balatontól nem messze, amely rengeteg kiválóságot adott a városnak, az országnak és a világnak is. Ugye jó kérdés az, hogy ki a géniusz. Kit nevezünk géniusznak? Az, hogy ki a tapolcai, azt tudjuk. Bár ez se teljesen egyértelmű. Géniusz. Jó kérdés. Sokféle megfogalmazást találhatunk rá a könyvekben, az interneten, de mi helyi személyeket, olyan személyeket, akiket vagy mi magunk géniusznak vélünk, tartunk, vagy részt vesznek a géniuszok kinevelésében, hiszen itt a nevelés, az oktatás is megjelenik a kiállításban, mégiscsak iskolatörténet is az egyik fő profilunk. És Németh István Péter költő, irodalomtörténész barátunk adott egy nagyon-nagyon jó megfogalmazást, ami nekem annyira megtetszett, hogy végül gyakorlatilag ez lett a kiállítás mottója, miszerint a géniusz az nem más, mint a jóra törekvő, tehetséges ember. Kedves nézőink, nézzük a krónika végén a főbb híreket még egyszer röviden. Újra van olimpiai bajnokunk. Siklósi Gergely a párbajtőr csapat tagjaként lett aranyérmes. Összeültek. Tanácskozott az idősek tanácsadó testülete. 90 év. Boldog születésnap az Adi utcában. Látogatható. A múzeumba várnak mindenkit a tapolcai géniuszok. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a krónikát a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló és minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!